Minden, amit hallunk, vélemény, nem tény. Minden, amit látunk, nézőpont, nem a valóság. Marcus Aurelius. A Spektrum Home és Lovász László bemutatja Magyarország legújabb interaktív talkshowját, ahol a sztárok szembesülnek azzal, mit gondol róluk a közönség, és mit gondolnak ők egymásról. Ez a Tesztbeszéd Dombóvár Istvánnal. Akikről pedig ma este kiderül, milyennek is látja őket valójában a közönség. Sebestyén Balázs, Lár András, Pokorni Lia és Geszti Péter. Hölgyeim és uraim, a Tesztbeszéd házigazdája, Dombóvári István. Kívánok! Ez a Tesztbeszéd a televíziózás történetében az első olyan műsor, amelyben a hírességek valóban szembesülnek azzal, mit gondol róluk a közönség, sőt, mit gondolnak egymásról. Mert ugye egyáltalán nem biztos, hogy olyannak látnak minket mások, amilyennek mi saját magunkat. A Tesztbeszéd asztalához minden adásban négy híresség ül le, hogy leleplezzék egymást, és ami talán nehezebb lesz, saját magukat is. Ez a Tesztbeszéd egy talkshow, amilyen még nem volt. Már most keressék meg Facebook oldalunkat, mert a ma esti kérdéseket ott is követhetik, és önök is elmondhatják véleményüket vendégeinkről. Én Dombóvár István vagyok, akik pedig már az asztalnál ülnek. Pokorni Lia, Sebestyén Balázs, Lár András és Geszti Péter. Sziasztok! Megvagyunk. Sziasztok, örülök, hogy itt vagytok. Elmondanám a műsor szabályát. Köszönöm, a játék szabályát. Igen, azt mondod? Na, menjünk végig a lényegen. Kérdések fognak következni mindannyiótokról, mindannyiótokhoz. 10 másodperc van válaszolni, minden kérdésre 2 válasz lehetőség lesz. Először a közönség válaszol, aztán az asztalnál ülők, pontosabban, mert egyszerre szavazunk, de először az ő válaszaikat fogom ismertetni, és aztán az asztalnál ülőkét. És úgy szavazunk, hogy nyomkodjuk ezt a gépet. Igen. És a legvégén a kérdés alanya fog arról beszélni, hogy vajon ő is ilyennek látja magát, mit szól egyáltalán ahhoz, hogy ki mit gondol róla. Lesz bőven meglepetés. Fontos egyébként, hogy nem magadra vonatkoztatva kell válaszolnod, hanem arra, akiről a kérdés szól. Jó. Hát ki legyen az első kérdés? Balázs. Tiéd lesz. Jaj, rólam. Benne vagy? Most értettem meg. Rólad. És én is szavazok magamról. Így van. Jó. Balázs, ha sok embert megnevettethet azzal, hogy egyet megbánt, bemondja-e azt a poént? Igen vagy nem? Hú, rendesen elhúzott az egyik válasz. A közönség 80%-a szerint igen, bemondja. Ez valóban így van, én is az igen mondtam egyébként, de ez is egy érdekes dolog, hogy azért szerintem, aki követi a mi munkánkat, vagy aki ismeri az én humoromat, és nem mentesítve néhány személy dologomat, amit csináltam, azért nálunk lehet érezni, hogy kicsit mindig minden idézőjel. Bízol az emberek öniróniáján? Nem, én azt gondolom, hogy a humor azért az egy olyan közös nyelv, amit ha értenek, akkor azért ők hallják. Ha nem hallja, az az ő csomagja. Én úgy szoktam minősíteni a humort, hogy diplomáciai mentességi terület, de hogyha más ezzel nem ért egyet, akkor hiába. Hát reagáljak arra, amit kérdeztél, hiszen az önirónia kiment a divatból, totális. Nem, igen. Totális. Az önirónia is kiment a divatból, és az őszinte humor is. Tehát korunk egyik nagy szerepe a MeToo mellett, ha megfigyelitek, az az áldozat szerep. Ha nem tartozom sehova, igen, leszek áldozat szerep, az is egy nagy kollektív ego, azt találok más áldozatokat, meg tudom magamat erősíteni. De ez is egy érdekes dolog, mint egy kicsit mindenki elkezdett van félni humorizálni, vagy félni megmondani, hogy te így vagy úgy nézel ki. Ez egy borzasztó dolog egyébként szerintem. András, neked is van egy elég komoly humorista karriered, és a buddhizmusba ez belefér, hogy mondjuk egy jó poént bemondasz, nagyon sokan nevetnek, de valakit ezzel megbántasz. Vagy nem gondolkodol rajta. Szerintem ő életében nem bántott meg így senki. Igen. Így könnyű. Így van. Tehát, hogy én kerülöm. Akkor az elve. Akkor az elvre. Nálunk a Lárpullárban sokféle humor van egyszerre, mivel négy alkotó ember csinálja együtt. És vannak olyan elemek a Lárpullárban is, amelyek ilyenek, amiről szó van, de azokat nem én szoktam csinálni. Tehát én nem szeretem azt a fajta szerepet, hogy valakinek a rovására röhögjük. Ezt nem szeretem. Nem, te csinálsz a Lárpullárban, az emberi karaktereken. Az egy abszurd vonal. És nem egy személyen. Így van. És ezért van óriási hatása, mert ezeket a karaktereket ismerjük, itt van a társadalomban, bárki bármelyikre rámutat. Az öniróniához önkép kell, az önképhez őszinteség kell, és ez a társadalom ma a hazugságokra épül. Ezért nem szeretik az emberek az ironikus és önironikus dolgokat, főleg a személyhez kötődnek, nem bírják elviselni. Ugyanis olyan nehéz az élete sok embernek ebben az országban, hogy azt gondolja, hogy nem fér bele az irónia
mert az éhezés. Értem, de az ember nem tud ironikus lenni. De a szórakoztató műsor... Szerintem az elmúlt évtizedekben még a humorérzékét is jó részt elveszítette a társadalom. De Péter, aki a szórakoztató műsort készít, annak ezt bele kell most már kalkulálnia? Nem kell, mert a szórakoztató műsor nem szabadna. Az egy boxring, gyerekek, az egy boxring. Az tök másként működik, mint ahol ő vitorlázik a sporttól, tök mi. Az egy másik ring. Ott ütni kell, az kétségtelen. És én nem ítélem el, tehát aki, ti ezt jól csináljátok egyébként, az tök jó, ott van a helyén, ráadásul ezért hallgatják a műsort. De nagyon sok másfajta humor van szerintem, ami egyébként nem így működik. Megyünk már is tovább, köszönjük szépen. Lia beavatkozna-e fia párkapcsolatába, ha tudná, hogy rossz hatással van rá? Két verzió lehetséges, őszintén megmondaná a véleményét, vagy pedig csendben izgulna. Erre szavazzatok, legyetek szívesek, valamelyikre. Te is, Lia. Hány éves a gyerek? 15. 15? Uh-huh. Na, hamarosan megtudjuk, hogy a közönség hogyan vélekedik erről a szituációról, és hogy ti, de előtte, Lia, te nem tudhattál róla, de pár kollégádat, ismerősödet, pályatársadat megkérdeztük, de, hogy ő mit mondana. Őszintén megmondaná a véleményét. De bele is szólna, és csendben is izgulna, tehát mind a hármat együtt csinálná. Megmondaná a véleményét őszintén, de mindenképpen nagyon beburkolva. Ez egy jó csomag, egy jó hátizsák, hogy a Lia elmondja a véleményét, de nem beleavatkozik, hanem csak felvázolná, hogy ő mit gondol. Délelőtt őszintén, megmondaná a véleményét, délután csendben izgulna, este pedig kicsit még veszekedne is vele, de hát valószínű, hogy ez Liának ez az alaptermészete. Mit szólsz ez? Értem, mert őszintén megmondanám, hogy kérdezné. De ha nem kérdezi, akkor én csendben izgulnék. Az itt ülő közönség 77%-ban, tehát túlnyomó részt azt mondanák, hogy te őszintén megmondanád a véleményedet. Nem az a csendben izgulós típus. Nem, de csendben izgulok, amíg nem kérdez meg. Igen. Nem volt ilyen opció. Sőt, igen, jó. Én azt mondtam. Az asztalnál ülőknél is így van, Balázs is ezt mondta. Ahogy csendben izgulnál. Köszi. Igen, én szerintem te olyan vagy. Igen. Lesben állnál egy ideig, várnál az alkalomra. Sokkal vagyok ennél. Megnézni, hogy mik az erőviszonyok. Kivárnál a jó alkalomra, igen. Majd lecsapnál. És így ott van. Vége is lenne. Sajnos én vagy. Balázs, annyira rám éreztél. Én vége is lenne lánya. Én ezt nyomtam. Az a helyzet, hogy bár én nem vagyok szülő, ti pedig mindannyian, engem érdekel, hogy meddig lehet beleszólni egy gyerek életébe egy ilyen típusú... Megmondom, az én anyám 85 éves, én nem annyi vagyok, és a helyzet az, hogy az én anyám minden, még 15 éves koromtól kezdve, minden női hölgy érkezésekor és távozásakor elmondta... Női hölgy? Azt a két mondatot, igen, ezt őtőle idézem, hogy női hölgy, tehát hogyha átveszed, akkor neki kell a jogdíjat fizetni, hogy édes kisfiam, anya csak egy van. Ez az első mondás, ugye? És az, hogy a másik ennél sokkal fontosabb, de ezt mindig úgy mondja, hogy a hölgy is hallja, vagy a lány. Egy anyát nem lehet lecserélni. Tehát ezt, hogy szerinted hány helyen van ez? Igen, szerintem... Nagyon benne van, igen. Ez a legterheltebb kapcsolat szerintem a családban egyébként az anyós menny. Az a legterheltebb Én ezért kapcsolat. Nem szólnék. Az a legterheltebb. Ezért nem. Nálunk is borzasztóan terhel, de erről nem mondok többet. Oké, de... Nálunk is nagyon kolybajok vannak. De a terhelt az mégis mi? Anyának nyilván ezt realizálni, felfogni, megszokni, hogy a fia életében egy másik nő fontos. Az egy nagy harc, ha beismerjük, ha nem. Szerintem egy kicsit minden anya rivalizál a nővel, és ezt teszi nagyon, nagyon terhelti az anyós. Te is, de lehet ezen dolgozni, nem? Lehet ezen dolgozni, és vannak olyan szerencsés családokkal ez működik, irigylem őket. Igen. De hogy... Ezen nem vagy egyedül. Igen. Ki dolgozik többet ezen az anyós, vagy a menny, hogy jobban működik? Az a jó, ha elmennek ketten egy kávé mellett, dolgoznak együtt. És nem jönnek vissza. És csak egy jön haza. Egy komoly vetülete ennek, ezt tényleg nem vízből mondom, ugye, hogy ugye a freudizmus szerint és Freud követői szerint sok fiú vagy férfi a saját anyja típusát veszi feleségül. Nekem mondod. Te is így csináltad? Abszolút. Egy az egybe a feleségem. Mesélj, hogy de ez feltétlenül rossz, mert ezek a fura kicsengése van. Nem, azt mondtam, hogy nem, feltétlenül rossz, csak, jó. Csak hogy vannak olyan típusú... De nem azért, mert hasonlítanak. Abba a zsájmot a választ értem. Mondd, hogy vannak de nem, és az érdekes, mert amikor két egyforma nő csap össze, mert hogyha valóban igaz ez a tétel, ez a freudi tétel, akkor végül is két azonos típusú nő kerül egymáshoz szembe, igen, és ott tudja, hogy sárkányharc van. Igen, látod magad előtt, hogy egy pár évvel fiatalabb kiadású Pokorni Liával ordítasz így a konyhába, hogy
ez az én fiam, ez meg az én mosatlanom. Te meg nem vagy jó színész, te se! Legalább jelzd el! Na. Kimondottan azt fejt, amikor a gyerekem tavaly nyáron azt mondta nekem, hogy ne haragudj, de magas szőke, én nekem a törékeny barna az esetem, és ez olyan féltékenység. Az én anyukám is kiakadt, amikor közöltem, hogy elvesztettem a szüzességemet, igaz, hogy már 38 voltam, de szerintem ez simán bele. Viszont ülni még nehezen tudtál utána. Nem. Felénk nem ez megy, de jó a felvetés. Felénk. A követ... Szegény András csak csapkodja a szemét, hova jöttem, igen, hova jöttem. Élvezem. Beszélgetünk. Azért egy pár füstölőt meg kell gyújtani az után. A következő kérdés pont hozzád, jön, kedves András. Ez a tankupia egyébként. Lár Andrást mi dühíti fel jobban? A tiszteletlenség vagy az igazságtalanság? Erre szavazzatok, légyetek szívesek, a közönség és az asztalnál ülő kedves vendégeink. Andrást mi dühíti fel jobban? A tiszteletlenség vagy az igazságtalanság? Egy pár pillanat és megérkezik a végeredmény. A közönség azt gondolja rólad, túlnyomó 70%-ban, hogy téged az igazságtalanság dühít fel jobban. Jó. Ez helytálló? Teljesen így van. De nem hagyom, hogy dühösködjek ennek ellenére. Most képzeld el, hogyha én minden igazságtalanságra, amit látok, arra ugyanazzal a dühel reagálnék, akkor én már valószínűleg nem élnék. Tehát megemésztene a düh engem, az állandó gyűlölködés. Én még azon is túlemelkedem olyan értelme, hogy a dühöt, mint érzelmet, azt én félrerakom. Azt szeretem elkerülni. Mivé alakítod át? Szeretetté. Egyből, egy fázisból? Nem. Tehát mondjuk két fázisban. Mi az első? Az első fázis, hogy észreveszem, hogy dühös vagyok. Második szakasz, hogy figyelni kell a dühöt. Hogy annyira valóságosan van, hogy tényleg van. Tehát ezt meg kell vizsgálni, mert hogyha van, akkor valahol lennie kell. De akkor meg kell vizsgálni, hogy hol van. És nézzük meg, hogy például érzet szerint leginkább a dühöt, azt mondjuk valahogy ide lehet képzelni. Nekem néha a vállamba szokott lenni. Az már mindegy, ahol van, arrébb kell figyelni, és amikor figyeled, akkor ilyeneket kell gondolni, hogy nézzük, hogy mekkora. Hát mondjuk ekkora. Akkor lapos ez, vagy inkább kicsit pufi. Hát mondjuk pufi. Milyen a felszíne? És utána még a színén is eltöprenk, hogy ez olyan vörös ez a düh, vagy inkább zöldes, sárga, átfutó villámokkal. Még azt is meg kell nézni, hogy például vannak-e rajta tüskék? Vagy például a tüskék azok olyanok-e, mint ami némely kaktuszfajnak, hogy legörbül a vége. Tehát, hogy ez a, mire az ember ezt megvizsgálja, a düh maga eltűnik. Tehát nem állja ki a figyelem próbáját a düh. És hogyha valami nincs a helyén, akkor nincs ott. Tehát a helye kell legyen, hogy legyen. És ha nincs ott, ahol figyelem, akkor hol a düh? Sehol, kérem. Na. Balázs bólogat, és az asztalnál ülők, az összes vendégünk is azt mondta szintén, hogy téged az igazságtalanság dühít fel jobban. Geszti Péter minek tartja magát inkább? Vállalkozó, vagy pedig művész? Erre kérnék egy szavazatot. Volt kedves közönség. Amikor melyik? Más volt. Olvastam én is. Ha mindenki szavazott, akkor néhány pillanat alatt összesítjük. A közönség 72%-a szerint Geszti Péter inkább művésznek tartja magát. Mit szól ehhez maga a művész? Vagy vállalkozó? Hát köszönöm a közönségnek a bizalmat. Én igazából sosem gondolok magamra, mint művész egyébként. De nekem ez a szó, ez egy kicsit veszélyes kategória. Vállalkozó, szellemű ember vagyok, ez kétségtelen. De közben, ha valaki igazán mélyre nézne az én vállalkozói életemnek, mindig azt látná, hogy mindig felülírja a profit szempontokat, az, hogy érdekel valami, vagy nem érdekel. Tehát magyarul, hogy létrehozni valamit, abban részt venni, jól érezzem magam közben, általában kulturális vagy média típusú dolgokkal foglalkozom. Kétségtelen van vállalkozási része, de sokkal jobban érdekel az alkotói része. Egyébként az asztalnál ülők mindannyian azt választották, arra szavaztak, hogy te inkább művésznek tartod magad. Én vállalkozót nyomtam. Tényleg? És miért? Amit te is elmondtál, igen, hogy te keresed ezeket a kihívásokat, de a művész szót pont ezért indokoltam én is annak, hogy te ezt szerintem elutasítod. Viszont az, hogy valamit létrehozni, kreálni, odaállni, mellé felvállalni, az rád sokkal inkább jellemző, de vállalkozót én nem abban a szó. Azért ja, világos. Van ennek valami pejoratív kicsengés, hogy vállalkozó szerinted ma? Vagy inkább úgy mondanám, hogy akkor nem annyira művész? Na, pillanat. Kezdjük az irodalommal, jó? Tehát ugye Thomas Mann írta egyszer azt, hogy
az embernek, aki gondolkodik és a világban el akarja magát helyezni, tulajdonképpen a polgári társadalomban két iránya van. Ugye Tonio Krögerben ír erről, hogy polgár leszel, vagy művész. Ugye? Tehát magyarul, hogy részt veszel valaminek megépítésében, gazdagod, házasod, vagy művész leszel. Az utóbbi ember az úgy látja a világot, hogy mindenben lehet csoda. A polgár, a vállalkozó, az nem így látja a világot. Ő általában nagyon kevés csodát lát benne, és racionálisan keresi a profit gyártásnak a lehetőségeit. És én azt gondolom, hogy, és ez egy nagyon szép osztás szerintem, én mindenképpen abban a csoportban tartozom, ami mindenben képes csodát látni. Különben nem tudnék se dalszöveget írni, se semmi mást, ami egyébként inspirációt igényel, szárnyalást igényel, és valamit, amit a gyerekkorból az ember hoz, és felnőtt korában sokszor elveszít, ez pedig a fantázia, illetve a szabadság. Rövid szünet, aztán folytatjuk. Mondjuk a színpadi énem többet figyel a visszajelzésekre, mert képes voltam olyan besenyő monológot félrerakni, amit nem nevetett a közönség. Akkor te nem vagy olyan, mint a Dobri, hogy az igen. Én így vagyok, én azt mondom, hogy ha a Gőzgombóc Fesztiválon nem nevettek rajta, akkor ez még jó lehet a piacavakon. Én nem vagyok ilyen egyszerűsta. Vegyen részt ön is a tesztbeszéd felvételén. Minden információ a műsor Facebook oldalán, jegyek pedig a tesztbeszéd.jegy.hu-n. Na, menjünk tovább Liával. Lia, milyen szerepet vállalna el nehezebben? Ahol mesztelenkedni kell, vagy ahol énekelni kell? Izgalmas opciók. Válassza ki mindenki a számára megfelelőt. Izzanak az appok. Kereskedelmi tévében mesztelenül kell énekelni. Tehát, hogy az a kettő az nehéz. Időre, ugye? Időre, már túl vagyunk. Hú, ez érdekes. A közönség jelentős része, több mint 81% szavazott arra, hogy nehezebben vállalnád el azt a szerepet, ahol mesztelenkedni kell. Igen, ez igaz. Desdemonát játszottam mesztelenül, és hát azt a csodát, amikor egy egész nézőtérnyi iskolás csapat így... Hát ez magával ragadó élmény, onnantól kezdve beszéltem, amit akar. András is arra szavazott, hogy nehezebben vállalnád el, a mesztelenkedni kell. Ezt igen. Miből jutottál erre a titre? Hát, nem tudtam, hogy hogy tud énekelni. Én azt gondoltam, hogy... De most... Olyan jó hangja van. Tulajdonképpen melyik a könnyebb megoldás? Mert itt azért fej-fej mellett mennek a dolgok. Énekelni nyilván gyakrabban teszem, mint a vetőzés. Hát ez az. Igen. Én az énekelni tiltam. Én is. Na. Abszolút. Ugye a mesztelenkedés az önmagában egyfajta forma vagy egy eszköz, ami teljesen természetes. Ez egy színész miért ne jeleníthetné meg valaki? Viszont énekelni kell, azt van, aki jobban csinálja, van, aki rosszabbul. Mesztelenkedni nem tud valaki rosszabbul vagy jobban, mert mindenki mesztelen. Jó, de az éneklés mögött egy csomó gondolat van, tehát nincs is technika. Ne gondold. Ki jön? az éneklés egy intimebb dolog. Tehát nem, csak egyszer azt gondolom, hogyha énekelsz, azért mégiscsak alapvetően az a legfontosabb, amit közvetítesz az ének által. És hogyha ezt megpróbálod finoman puhítani, néha kevered a beszéd, de nem tudom, tehát megvannak azok a kis fordulók, amivel egyszerűen átadod azokat a gondolatokat. Megyünk tovább. A közönség szerint Lár András bölcs, vagy inkább bolond? Ne hazudjatok. Jó, ne hazudjatok. Mindenki legyen őszinte. Azt nyomjátok, amit gondoltok. Amit gondoltok, úgy van értelme, nem kell látni. Így van, köszönöm. Bölcs vagy bolond? Jó, egyértelmű, nem kamuzni. Még neked is lehet ilyen kérdésed, várja. Én már nyomtam, én tudom mi. Húha-húha. És formáz a dühével. Nekem megvolt, hogy mi, amikor jött a dühe. A közönség jelentős része szerint Lár András bölcs. Bölcsnek látnak téged. Nem hallgattak Balázsot, de hallgattak. Ezt látják belőled rólad, hogy bölcs vagy. És te magad erre azt válaszoltad, hogy bolond. Bolond. Igen, de én ezt így gondolom, mert hogy én valójában, hogy is hívják ezt a bajt, amiben én szenvedek? Várjál. Milyen várjál, alakja van, azt mondja, és akkor megfejtjük. Skizofrénia. Van egy bölcs bennem, és a többi az meg bolond. És akkor ez a bölcs fogja össze a bolondot. Várj, de ezt erre te jöttél rá, vagy erre más jött rá? Erre én jöttem. Erre. Egyre.
Hát kénytelen voltam megtalálni erre a megoldást, mert azt nem lehet amúgy érteni, hogy ennyi mindenféle van bennem, és ez egy ideig zavart is. És van egy pont, amióta nem zavar. És amióta, hogy látom, hogy van azóta. Tehát a látást nevezem a legmagasabb erénynek, de úgy mindenkinél. Tehát az értelmes létnek a legfontosabb kritériuma a látás. Emlékszem bizonyos előző életeimre, nem is egyre, hanem többre is, pontosabban a részletek, elemek egy csomó megvan messziről. Például van olyan, amire születésem óta emlékszem. Ez átok vagy áldás? Hát áldás. Nálam áldás. Nincsen semmi irónia kérdésemben, de az segít az életedben, hogy te mondjuk egy lepke voltál? Hogy ezt tudod? Vagy inkább visszahúz? Vagy szeretnél repülni? Pont lepkére nem emlékszem. Mi voltál utoljára, amire emlékszem? Legutoljára orvos voltam. Szintén ember, tök német uncsi. Orvos voltam. Német orvos? Igen. Hányban? Mondjuk úgy, hogy 1946-ig. Rámenti azért az apró betűre. Akkor halt meg az az ember, aki emlékszem. És hányban születtél? Én 55-ben. Akkor volt egy kis üres járat. 9 év. A szabadságon volt. És addig hol volt ez a... Hát, arról ne beszéljél. De nem, van ott is egy valami, igen. Csak az kevésbé... Kellemes. Tranzitzóna? Nem, azt a köztes lépnek mondják, igen. Szerintünk. Te is vallod ezt az egészet? Nagyon sok hasonló nézetünk van Andrással, igen. Nekem azt is. Gondolom, abszolút. A buddhizmus. Igen. Rána nadizol, vagy nadisztál, vagy ezt hallottam igen. Abszolút, na de hát ez igen. Egy fantasztikus, ez egy tiszt szint, ez a buddhizmus. Szint tiszta buddhista módszer, és hát az, hogy az ember spirituális energiát gerjesz föl magában. Tehát az övé, az van. A laikus azt gondolná, hogy bennetek aztán tényleg semmi közös nincs. Hát, ne, én ezért írtam a bolondot. Tehát én melyik szerintem abszolút van. De magadra mit válaszoltál volna, ha rólad kérdezzük ezt? Hogy bölcs vagy bolond? Szerint. Igen, a közönség szerint? Hát a bölcs oldalamat nagyon ritkán mutatom meg. Engem azért könnyebb bolondnak mondani, de én az Andrásra is a bolondot írtam teljesen egyértelműen, mert szerintem az, hogy... Mi ezt nem tartjuk pejoratív szónak, jó gondolom? Nem pejoratívnak, csak hogy az egy tudatosodási szint, vagy ez egy bizonyos képesség, hogy megértsd, hogy ő miről beszél. Ha nem vagy ott, és nem baj, hogy nem vagy ott, mert nem az életfeladatod, akkor úgy érzed, hogy össze-vissza beszél, vagy nem teljesen százas, hogy ő lepke volt előző életében, vagy orvos. Egy idő után sportot üzöl belőle, hogy ez ki mit szól, de hogy a nagy többség, de nem baj. Szóval, hogy ez igazán nehezen beszél erről az ember, szerintem ez olyan személyes magán, amit nehéz elmondani. Uh-huh. Igen. Péter a kudarcokat így dolgozza fel. Könnyen túl tud lépni rajtuk, vagy pedig akár évekig rágódik rajta. Nekem nincs kérdés még. Én leragadtam az előzőnél. Még mindig? Nem vagyok még meg, igen. Connect. Na, még mielőtt megtudnánk, hogy a közönség erről mit gondol, és az asztalnál ülők is, készült egy bejátszás bizony rólad is. Megkerestük ismerőseidet. Nézd meg ezt a bejátszást. Évekig rágódik, én ebben biztos vagyok. Akár évekig rágódik rajtuk. Szerintem simán túllép rajta. Ő neki nem sok kudarca volt az életben. Hogyha egy-egy ilyen projektje nem talál olyan fogadtatásra, mint ahogy azt ő elképzelte, akkor igenis tud sokáig azon filózni, hogy na vajon ez miért, meg ez rosszul érinti szerintem. Hogyha mégis előfordul vele, hogy valami nem úgy alakul, akkor levonja a következtetést, és ha nagyon fontos neki, akkor újra neki indul. Fogja magát, túllép rajta. Gyerünk a következő dologra. Ez az én véleményem. Miután okos ember, miután fontos neki, hogy jó legyen az, amit csinál, miután sikerorientált, és miután szeret szerepelni, elképzelhetetlenek tartom, hogy el tudna szakadni attól, hogy milyen hatást vált ki az, amit csinál. Fontos neki. Ez így természetes, így normális, tehát feltételezem, hogy nagy hatással van rá az, hogy sikere volt vagy nem. Mit szóltál ehhez? Meglepődtél? Kicsit meglepő, igen, hogy ki mit gondol, vagy hogy pont ki miért mondhatta azt, amit mondott. Kétféle dologról van szó az én esetemben. Vannak olyan típusú hibáim az elmúlt életemben, amiken, ha nem is rágódok, de visszagondolok rá, mert azt gondolom, hogy ott emberi mi voltomban követtem el hibát. Tehát nem a karrier, nem a siker, az nem érdekes ebből a szempontból, hanem hogy nem viselkedtem méltányosan, úriemberként, elegánsan. Azon rágódom. De a szakmai ügyeim az egyáltalán nem. Az mindig van egy-két, volt pár óriási bukásom, szerencsére helyükre raktam őket, és egyébként nagyon jókor jöttek, mert áttereltek például más vizekre.
Tehát volt például a televízióban óriási bukásom, nagyon jókor jött, hogy ne kelljen utána a tévés. Mi volt az? Volt egy Gesztiméter című műsorom, volt egy Bohém Élet című műsorom. Megpróbáltam bebizonyítani, hogy lehet magyar know-how-ból is csinálni televíziós műsort a kereskedelmi tévékbe. Ez nem nagyon... Ebbe azért páran belebuktak. Azért néztem erre, és nem az Andrisra. És viszont... Ez az csak helyre terelt. És egyébként volt egy nagyon kedves társam az előző reklámügynökségében, az Angyalosi Laci, aki azt mondta nekem egyszer, hogy azért irigyel engem, mert nagyon hamar túl tudok lépni dolgokon. Ez nem azt jelenti, hogy érzéketlenül és anélkül, hogy foglalkoznék azokkal az emberekkel, akiket érintett ez, vagy akiket én nehezebb helyzetbe hoztam. Mindig végig gondolom ezt, mert szerintem mindennek a végén a saját felelősséged van, magaddal szemben, meg másokkal szemben. Az ebben az igazán érdekes, hogy az asztalnál ülők és a közönség sem így gondolja ezt. Szóval egy több rétegű személy, vagy egy picivel többen gondolják azt a közönségből, hogy évekig rágódsz a kudarcokon, viszont az asztalnál ülő többi vendégünk mindannyian azt mondták, hogy évekig rágódsz a kudarcokon. Ez valószínűleg azért is van, mert végül is szerintem az érzékeny emberek, akik alkotó munkát végeznek, azok nyilván a traumatikus pontjaikra visszaemlékeznek. Ehhez egy erős önkép kell, és egy őszintesség. De ugyanakkor tényleg nagyon fontos, hogy meg kell tanulni ezeket a hibáidat az alsó polcra elrakni, és tovább menni, mert különben visszarántanak. Tehát magyarul akkor nem tudsz kibontakozni később, nem tudsz szabadon gondolkodni, nem tudsz merész lenni, nem tudsz megújulni, és akkor ezeknek a fogságában. Azt mondjátok, hogy a siker valahova teljesen máshova raktározódik el, akár a fejbe, mint mondjuk a kudarc? Tehát a kudarc egy sokkal húsba vágó, mélyebb dolog? Balázs, például te meg tudod fogalmazni, hogy mi a kudarc számodra? Hát nézd meg néhány műsoromat, és akkor azt... Sikeresek voltak. Tényleg, mi a kudarc? Én szerintem a kudarcnak a súlya tevődik át. Nem szeretem, ha egy műsorom nem megy, tudok szenvedni, de régen ez hónapokig tartott, ma meg már a hangsúly egy picit áttevődött, tudod? Tehát például, amikor nem ment például a kereskedelmi csatornán a tavaszi műsor, 3 napig voltam hajlandó rajta emészteni magam. De ha a családban követtek el, ha a gyerekekkel üvöltözök, ha azt érzem, hogy hülyén döntöttem, nem voltam következetes, vagy a gyerek kérdez valamit, és nem úgy reagálok, vagy rajta csattam valami, ami egyébként bennem van, abba bele tudok egy kicsit betegedni, tudod? Tehát azt nagyobb kudarcnak élem meg szülőként, mint bármi. Értem. Balázs, az az ő. Köszönöm. Miből építi fel ezt a hihetetlen nagy önbizalmát? Visszajelzésekből, vagy pedig belülről? Teljesen egyébként. Van itt komoly vonal. Mit kell nyomni? Szavazzatok! Ja. Kedves közönséget is megkérem, szavazzon, válaszol, és természetesen... És én is magamról. Te is magadról. Mindenki szavaz mindenre. Amíg a zene szól, lehet szavazni, a rendszer összesíti, nálam itt megjelenik. A közönség majdnem 80%-a azt mondta, úgy gondolja rólad, hogy te belülről építed vissza önmagadat. Meglepett ez téged? Mire? Nem hiszem, hogy meglepett igazából. A visszajelzésből is volt olyan időszak, de amikor az ember eljut az önismeret azon fokára, akkor inkább elkezd egy kicsit belülről építkezni. Hogy lehet eljutni ideig? Hogy lehet ezt felfedezni? Az életkorral, vagy a tapasztalattal? Szerintem ez jár egyfajta életkorral, nyilván, igen, meg... Hát nem tudom, hogy szerintem erre nincs recept, hogy ezt hogy fedezed fel. Tehát szerintem először úgy indulsz, hogy a visszajelzésekből, aztán amikor rájössz, hogy megkaptál mindent, ami számodra egy ismerős recept, vagy már hallottad, akkor elkezd érdekelni, hogy mi van még, amit esetleg nem tükröztek vissza, vagy nem hallottál, vagy senki nem mondta, mi van ott bent. És akkor az ember ezen így elindul, ezen a fajta önkeresési úton. De visszajelzésekből az nagy kíve szerintem a mi szakmánkban leginkább, hogy abból építkezzél. És hogy egyébként ez valószínűleg jól működik, ugyanis az asztalnál ülő többi vendégünk szerint is egyöntetően mindenki arra szavazott, hogy te belülről építed vissza önmagad. Minden belülről jön, tehát egyszerűen az egész létezés belülről jön. Tehát az ember bármit akar a létezésével kezdeni, az belülről kell kezdeni. Tehát egy vitát, amit kívül folytat az ember, azt belül kell megoldani, és akkor már nem lesz vita. És a színpadi éned ugyanígy működik? Hát várjunk csak a színpadi éned. Melyik is a színpadi éned? Van azért egy pár. Gondolom, hogy az hogy működik. Hát mondjuk a színpadi énem az azért többet figyel a visszajelzésekre, mert képes voltam olyan besenyő monológot félrerakni, ami nem nevetett a közönség. Ha? Akkor te nem vagy olyan, mint a Dobri, hogy annyi olyan. Én azt mondom, hogy ha a Gőzgombóc Fesztiválon nem nevettek rajta, attól ez még jó lehet a piacavaton. Tehát én nem vagyok ilyen egyszerűsta terjárt. Hogy van, amit az ember itt félrerak, de ott elővesz. András, hogyan fejezi ki az intimitást mások felé? Érintéssel, vagy pedig szavakkal? Hű.
Már hogy kifelé, tehát ki a mások? Mások felé, emberek felé, más kifelé, emberek felé, élőlények felé, előző életek felé. Igen, hát csak az intimitást. Az intimitást. Érintések és a szavak közül lehet. Mennyire touchy? Tácsi. Igen. Igen. Tehát ez... András, mennyire tácsi. Aha, jó, értem. Ezt tudod, honnan vettem egyébként ezt a szót? Ezt pont rád mondták. Hogy amikor tácsi? Először találkoztunk, azt mondták, hogy nem, Balázs egyáltalán nem tácsi. És én utána néztem, hogy ez mit jelent. Azt hittem, valami kutya, de nem. Tájcsi. Aki nem tácsi, hogy nem szereti, ha hozzáérnek. Na, de nem akarok összezavarni senkit, főleg mivel már szavaztatok. Mindjárt megtudjuk, hogy a közönség és az itt ülők hogy gondolnak Andrásra. De előtte ez bejátszó. Te barátaidat, ismerőseidet is megkérdeztük erről. Hogy tácsi vagyok? Nem az? Tácsi vagy hogy vélekednek erről? Egy hosszú szörű tácsi. Érintéssel. Én azt mondom, hogy is. Mivel fiúk vagyunk, ezért én felém az intimitást semmiképpen sem érintéssel fejezi ki. Évek óta miatt együtt dolgozunk és találkozunk, puszival köszönünk egymásnak, hogyha rég találkoztunk, akkor megölel. Meglehetősen nagy a nyelvi kapacitása neki, úgyhogy rendelkezésre áll az a szókincs, amit használva ő bizonyos intim közléseket a tudomásomra tud hozni. Verbális szinten érzékelhetőbben megnyilvánul. Nyilván kifejezi érintéssel, de diszkréten, tehát olyankor én nem vagyok ott. Beteg a garra. Azért gondolj, mert az egész műsorban a legnehezebb az volt összehozni, hogy a Skype-ot hogy tudjuk a galla elé berakni. De megoldottuk. Óriási. Igen, érdekes egy arc ő is. A közönség 3/4 szerint te szavakkal fejezed ki az intimitást. Inkább. Hát igen. Én is azt írtam be egyébként. Igen, ezt onnan tudom, hogy mindenki más is ezt írta, egyetlen kivétellel, Balázs szerinte érintéssel fejezett ki az intimitást. Egyébként, hogy szeretnék hozzászólni. A fiam volt az, aki mondta, hogy is. Uh-huh. Azt ő mondta. Igen. Hát még és azért, mert ismer. És ez így van, hogy például fiúkkal, mint ahogy a Bornai Tibi ügyesen megfogalmazta, inkább szavakkal. Tehát sokkal kellemesebben tudunk beszélgetni férfiakkal, így beszélgetés szintjén. És hát a lányokkal más a helyzet azért. Szóval a szóbeszéd az egy ideig tart csak, és az intimitás határán ott inkább megszűnik a szóbeszéd, és utána inkább az ember már a kezével próbál. Nehogy aztán Kevin Spacey legyél, vagy olyan, amit óvatosan azért. Nem, nem, hát én arra nagyon vigyázom. Na de akkor a férfiak felé kifejezett szavakkal? Tehát erre azért figyelj? A férfiak felé kifejezem szavakkal, és a nők felé is kifejezem szavakkal, csak ott van egy határ. Tehát van egy pont, ahol már a szavak kevesek. Ott főleg intimitás. Hát az intimitás az, amikor lehúzza az ember a bugyiját. Tehát ott beszélni sokat, de szép a bugyid. De jó az, amikor lehúztad, jól tetted. Szeretem ezt az esztétikus látványt. Azért én ezt látom így lárosan. Micsoda dombok, micsoda Vénusz. Micsoda dombok, igen. Tehát egy ideig tart ez, de amikor a lány azt mondja, hogy na jó. Ez a Vénusz dombi mesék? Majdnem. Ez tényleg csak mese. Persze. Biztos mindenkinek van olyan ismerőse, aki úgy kommunikál, hogy így közben így megérintod ez a filmben, hallod? Van köztetek olyan, akit ez zavar? Engem határozottan? Nagyon, engem nagyon. Akkor nem vagy tácsi, látod, ezt mondtam. Ja, ez a tácsi. Ez. Hát akkor nem vagy tácsi. Hát ez, hogy geszti, figyelj. Nem. Ezt nem szereti, én fogadjuk. Te tácsi vagy? Én nem szeretem. De azt szeretem, ha valaki nagyon közel jön és beléd mászik, és azt a kontaktot úgy érzi, hogy mindenféleképpen akkor fontos, amit elmond, ha ezt itt teszi meg. Igen. És mindig lépek hátrébb, és már a falnál állok, és szűkölök, hogy merre menjek még, és hogy csak jön, és csak jön. És ezek mindig a hagymát is szeretik, és nem feltétlenül azért, mert nem kell, hogy büdös. Nem kell, hogy büdös, hogy egyszerűen egy olyan szintű erőszaknak érzem az aurám ellen, hogy menekülök, tehát miért kell annyira közel menni? Hát innen is látok, még nem vagyok vak. Téged zavar? Én tacsi vagyok, ez mindig abból fakad, szerintem, milyen volt a viszony a szüleiddel. Én például az édesapám miatt vagyok ilyen furcsa módon. Imádtam az apámat, rajongtam érte mindenféle értelemben, mármint úgy nyilván úgy, hogy a testi közelsége sem zavart. És ez megmaradt az életemben, mert a szeretetnek volt egy olyan, hogy mondjam neked, egy
egy csúcsa ilyen értelemben, ami valahogy ezt magában hordozta. Például azt mondják a munkapszichológusok is, hogy a kollégáidnak akkor tud sokszor bizalmat adni és repíteni őket, ha néha azt mondod, hogy igen, ezt jól csináltad, és ha csak ennyit csinálsz, akkor nagyon sokat adtál neki, ha csak nem lesz tőle rosszul, mert nem szereti azt, hogy hozzájönnek. És azt is megértem, ha valaki ezt rohadtul nem. Ez most jó volt, nem, ez most működött, abszolút. Nem, ez most akar még valamit elmondani. Én tovább adom mindjárt. Szóval te tácsi vagy. Tácsi vagy, nem, és szerintem ez nagyon fontos érzékelni, hogy ki engedi meg, és ki nem. Szóval szerintem ez is egy olyan szép játék, hogy az ember ezt érzi. Rajtad például egyértelmű érzem, hogy nem, ezért nem is közelítettem. Egy puszit adtam. Jó, igen. Az igaz. Sokat az gondolkoztam rajta. Érezted, hogy így odalépjek, ne lépjek? Igen, igen. Én viszont igénylem, és mégsem értél közelebb. A következő kérdés szinte mintha ennek a folytatása lenne. Kicsit rímel rá. Ó, köszönöm. Ezt megvárjuk, ezt megvárjuk. Mivel birkózik meg Balázs nehezebben? Az idegenek túláradó szeretetével, vagy pedig az idegenek utálatával? Lehet, hogy erős kifejezés az utálat, de így legalább a kontrasztot jobban tudjuk érzékelni. Szavazd te is. Nem baj. Még nem tudjuk, hogy azok-e, mindjárt kiderül. Mindenkitől kérünk egy választ. Meg is érkezett, és hamarosan meg is tudjuk, hogy hogy válaszoltak. Mindjárt kiderül, hogy Balázs mivel birkózik meg nehezebben, innen folytatjuk pillanatokon belül, rövid reklám is jövünk. Az én egyik legjobb barátnőm kiderül, hogy az én kedvesemmel beleszeret. Én azt hiszem, hogy meg tudnék bocsájtani. A szerelem nem bűn, szerintem. Milyen szépen az így működne. Igen. Világ nem így működik, hogy lecsapják a kezünkről a csajunkat, és azt mondja, gyerek, olyan jó szerelmesek vagytok, mit csak nyugodtan, legyetek boldogok együtt, hát úgy örülök nektek. Vegyen részt ön is a tesztbeszéd felvételén. Minden információ a műsor Facebook oldalán, jegyek pedig a tesztbeszéd.jegy.hu-n. Már is itt vagyunk, folytatjuk a tesztbeszédet, Sebestyén Balázs kérdésénél jártunk. Kiderül hamarosan, hogy mivel birkózik meg nehezebben, az idegenek túláradó szeretetével, vagy pedig az idegenek utálatával. De még mielőtt megtudnánk, hogy a közönség és az itt ülő vendégek mit válaszoltak, készült egy bejátszás rólad is. Bizony, csak megkerestük nem. Kollégáidat, barátaidat, bár akik nézzük. Elmondják, hogy ők mit gondoltak, nézzük. Idegenek túláradó szeretetével. Az emberek túláradó szeretetével. Az idegenek utálatával. A túláradó szeretettel birkózik meg nehezebben. Ő egy olyan figura, akinek nagyon fontos az, hogy mit gondolnak róla az emberek. Balázs nem érdekli különösebben, hogyha utálják, vagy legalábbis én azt tettem észre. Nyilván helyén kezeli a dolgot, meg nem mindegy, hogy ki utálja, meg ki mond negatív kritikát. Balázs az a fajta ember, aki ha elmegy valahova, akkor biztos lehet abban, hogy legalább 2-3 ember figyeli, hogy éppen akkor aktuálisan mit csinál, és teljesen mindegy, hogy milyen paszban vagy, hogy mit csinál, jó kedve van, vagy vidám, vagy a gyerekeivel játszik, vagy a feleségével levével, ott mindig van legalább 2-3 ember, aki a szemsarkából figyeli, és ez hosszú távon ez rettenetes lehet. Ha a túláradó szeretetből is, és csupa merő jó indulatból jön oda valaki, az néha nagyon nehéz a helyén kezelni. A gyűlöletet és a haragot és az utálatot azért tudja szerintem jól kezelni, mert tisztában van a saját értékeivel. Ha azt érzi, hogy nem szeretett állat felé, akkor azt ő nehezen kezeli, de ez csak egy vélemény. És ez az enyém. Talán kevésbé ismert emberek, ők azok voltak, akikkel a rádióban dolgozom, mint szerkesztők, meg vágók. János nemet mondott? Vagy János nem akart? Kíváncsi lettem. János nem mert. Egyébként megkerestük Janit is. Akarod tudni, mit válaszolt hivatalosan? Bevasaltod rajta. Hát gondolom, hogy nem vette föl, nem akar nyilatkozni, vagy éppen nem, nem. Konkrétan azt mondta, hogy ő csak jótékonysági fellépéseket vállal. Feget mondta. Mindenképpen jól mondják, igen. Tehát az idegenek utálata az inkább szórakoztat. Ha viszont oda jön, nagyon szeret, vagy nagyon ölel, vagy nagyon azt fejezi ki, hogy új és nekünk a reggel, és hogy neki ez milyen fontos, és fogd meg a gyerekemet, és itt az anyám, és fotózkodjunk együtt, attól nagyon tudok szenvedni, mert ő ismer és hall, és úgy érzi, hogy ismer, nem ismer, csak úgy érzi, hogy ismer, lát, vagy hall bennünket minden reggel, kicsit családtaggá válunk. A közönség nyilván tudta ezt, hiszen hallgatnak, és 80%-uk ért veled egyet. Az asztalnál ülők is, jelentős számban, egyedül Lia nem. Igen.
Ő máshogy gondolta. Érdekes, hogy ne haragudj, de nem csak rád gondoltam a kérdés kapcsán, hanem magamra is, mert mégis... Téged kevesebben utálnak, mint engem. Gondolod? Persze. Téged sokan utálnak, szerinted? Nem gondolom, hogy sokan utálnak, de nekünk az a feladatunk, hogy megosztóak legyünk, tudod? És nekem ezzel semmi bajom. Lia feláldozna egy barátságot egy szerelemért? Ez a kérdés. Előfordulhat ilyen, vagy pedig soha? Ez a két válasz lehetőség. Kérlek, ebből választhatok egyet. András nagyon gondolkodik. Ez a gondolkodó arca. Szavaztatok? Na, nézzük először a közönség válaszát. Még most itt összesítő, de szinte fele-fele. Egy picivel többen gondolják úgy, hogy soha nem áldozná fel egy barátságot egy szerelemért. Én is elgondolkodtam, hogy pörögtek a szituációk, tehát, hogy... Hány barátom is volt, ugye? És volt néhány találat. Nem, csak ezen gondolkodtam el, hogy mi a szituáció. Tehát, hogy ezt nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy egy barátnőmnek a párját elcsábítsák, ezt kizárt. Mik is azt a társaságunk viszont úgy gondolta, hogy előfordulhat ilyen. Mindenki ezt nyomta? De jó. Mindenki. De az, hogy konkrétan... Mindenki ezt jobban. Szerintem tökéletes. Vagy pedig azt mondom, hogy olyan szerelmes leszek a barátnőm párjába, hogy, és ő is belép, hogy egyszer föl kell válnom. Hát nyilván azt mondom, hogy tehát nem mondod, hogy nem fordulhat elő, mert már láttunk. Érzed azért, hogy jön ki belőle? Változik azért ez a dolog, hogy azért... Ez egy konkrétum? Dehogy soha az életben nem történt meg, csak nem mondhatom erre a helyzetre, hiszen a szerelem az olyan erős tud lenni, hogy mondhatnám arra, hogy... Na de a barátság is. Így van, igen. Lehet ilyen relációjel, hogy a szerelem erősebb, mint a barátság? Fordítva gondolom be, hogy mondjuk az én egyik legjobb barátnőm kiderül, hogy az én kedvesembe beleszeret. Én azt hiszem, hogy meg tudnék bocsájtani, tehát, hogy szóval el tudnám fogadni azt a helyzetet, hogyha mi nem egymásnak vagyunk teremteni, annak vannak előjelei, egy kapcsolat nem működik, ez nem csak úgy történik, hogy a legnagyobb boldogság közepén bejön egy harmadik, hanem ott valami nem működik. Szerintem, aki volt már tényleg ilyen igazán szerelmes az életében, azt szerintem, ha tud is arról, hogy helytelenül cselekszik, nem tud ellenállni ennek az érzésnek. Te gyakran voltál igazán szerelmes? Mert ez előfordult már. A szerelem nem bűn, szerintem. Milyen szép lenne az így működne. Igen. A világ nem így működik, hogy lecsapják a kezünkről a csajunkat, és azt mondja, gyerek, olyan jó, hogy szerelmesek vagy, mit csak nyugodtan, legyetek boldogok együtt, hát úgy örülök nektek, hát ez azért... Így kellene, hogy működjön, csak nem így működik, mert az emberi egó nem ilyen. Hát te egy végállomást mondasz. Az emberi egó sokféle Balázs. De szerintem a szerelemnél van egy pont, tehát hogyha te a barátod, barátnőjében leszel szerelmes, akkor kellett, hogy legyen egy találkozás, kellett, hogy legyen egy SMS-váltás, amiből aztán szerelem lett. Úgy van. Azért is ott mindig van egy pont, ha most nem 16 évesek vagyunk, és a barátnőnknek a pasiát akarjuk elvenni, mert presztízselünk és fiatal egók vagyunk, hogy azt mondom, hogy megállok. Mert minden kapcsolat megszületés előtt van egy pont, ahol még meg lehet állni és vissza lehet lépni. Tehát ha te hagyod, hogy abból szerelem legyen, ha kijátszod ezt a dolgot, tovább görgeted, akkor megtörténhet. De azt mondta, hogy figyelj, a barátom, csaja, szent, bármit ír, nem, akkor abban nem lesz szerelem. Tudod? Meg lehet ezt ennyire markánsan, élesen igen. Húzni? Én szerintem vannak élethelyzetek, amikor igen. Oké, Balázs, de szerintem én patinka mérleg, mert egyszerűen az van, hogy mindig azt hiszed, hogy a következő pillanat még csak egy ártatlan dolog, hogy... És hirtelen ott vagytok mesztelenül az ágyban. Vagy énekelve. De nem kell idegesen állsz. Tehát, hogy mindig az, hogy csak figyelj, ó, összefutottunk. Tudom, hanem hogy úgy jön és mindent visz. Hanem mindig csak egy picit még azt gondolod, hogy de hát még ez semmi. De valahol a lelkedben tudod, hogy ő valahol utána mész, valahol várod, hogy írjon. De honnan gondolod, hogy ez így? Nem lehet ő. Mert van egy pont, mert ő a barátodé, és nekem férfiként sokkal erősebb dolog. Figyelj, elmegyek, mert szerelmes vagyok. A feleségedbe? Igen. Nem lehetek felszerelmes a barátom feleségébe. De miért nem? De lehet, illetve morálisan nem lehet, de de facto lehet. Egy titokba hazaviszem fejbe. Nagyon fura, hogy ti ezt... Nem. És akkor ott megoldom, hogy megbüntetem, hogy most értem, persze, csak ülök. Jó, én most raktam össze, hogy viszi haza fejbe. Te hülye vagy, te pedig hány. 40 évig csak fejbe vittél mindenkit. És még innentől is. Péter. Miért nem vállal politikai szerepet? Vagy nem érdekli, vagy pedig fél. Vagy kötelező választani. Most a kérdés arra szól csak, hogy miért nem vállal. Ne bolygassuk a múltat. Nem érdekli, vagy fél. Valamelyiket muszáj nyomni. Péter, neked is. Megérkeztek a válaszok. A közönség háromnegyede szerint azért nem vállal politikai szerepet, mert egész egyszerűen nem érdekel. Ez így van? Így is van.
Tehát ez is benne van, de benne van a fél is. De amikor azt kellett mondjuk magamban eldöntenem, hogy melyik áll a lényegi, hogy mondjam, hozzám közelebb, vagy melyik fontosabb kérdés, akkor valóban nem érdekli van benne. Azt is elmondom, hogy miért. Nagyon érdekelnek a közügyek, viszont réges-rég szembenéztem azzal, hogy abban a, már nem is pankrációban, hanem nem is tudom miben, ami itthon folyik politikai téren, abban az én karakteremmel, lelki, intellektuális, érzelmi karakteremmel nem érdemes beszállni. Mert én nem ebből vagyok gyúrva. Egy, kettő, ami ennél sokkal fontosabb, hogy én az olyan típusú alkotói munkát szeretem, amit egyébként végzek is. Dalt írni, az embereknek kitalán dolgokat, amivel örömet lehet okozni, amivel boldog pillanatokat lehet létrehozni. És ez sokkal fontosabb számomra, mint az, hogy mondjuk elégessem az életemet abban, hogy ebben a rettenetes világban, ebben a rettenetes politikai közéletben, ha annak lehet nevezni egyáltalán, hogy ebben részt vegyek. Ha elengednénk az aktuál politikai vonalat, az, hogy mi van mondjuk ma itthon, maga a politikusi szerep, valamelyikőtök képes lenne arra, hogy politikus lenne bármilyen dimenzióban, bármiféle. Most akkor lenne egy békepárt. Hát ő annak tagja, így is, csak nem a békemenetben. Tehát én teljesen úgy vagyok, mint a Péter, hogy valójában engem nem érdekel a politika abból a szempontból, hogy távol akarom tartani magam attól a területtől. Ugye amikor ki volt a kapcsoló a kamerák, azt mondtam nektek, hogy szerintem digitális feudalizmusban élünk. Tehát óriási technológiai előnyöket élvez a jelenkor, viszont amilyen állapotok speciál itthon vannak, azok leginkább a hűbéri rendszerre hasonlítanak. Igen. Az, hogy ő nem akar politikus lenni, az a milyen egyet én se, de egy nagy probléma van, hogy a politika azt elérte, hogy már nem is akarunk beszélni a politikáról. Ez pedig nem arról szól, hogy érdekel vagy nem, hanem ez a félelemről szól. Igen. A közönség szerint sem érdekel téged a politikai szerepe, ahogy mondtam az előbb, és hát az asztalnál ülők is ezt mondták. Igen, nem. Kivéve Balázs. Te mit írtál? Balázs, azt hittem, hogy félsz. Én azt mondtam, hogy fél. Hát mert ő magából indul ki? Nem feltétlen. Mert ezt nem kritikán mondom. Nem feltétlen, hanem hogy, és ez nem a Péter hibája. És az, hogy te nem mered elmondani, az nem biztos, hogy csak a te hibád, hanem a jelenlegi rendszerben nem is biztos, hogy el tudod, mert utána nyúlnak, mert nem kapsz munkát, mert ellehetetlenedtek, mert nem hívnak. És sajnos most van egy olyan hullám, ami nagyon rossz, mert öncenzúrához vezet, de az, hogy inkább befogom a számat, és akkor túlélek, mint hogy kiállok lekaszabolnak, és bármelyikünket lekaszabolnak nagyon könnyen. Hadd térjek vissza valamire, mert az Andrisba belefolytottuk szokás szerint a szót, hogy lehet úgy élni minden rezsimben, hogy az ember tényleg nem foglalkozik a politikával, és ez nem jelenti azt, hogy letolja, hanem azt jelenti, hogy kiveszi magát abból a, hogy mondjam, összefüggés rendszerből, amiben elkopnak a napjaink egyébként, és megpróbál egy olyan dimenzióban élni, ami az emberi élet lényege. A szeretetben, a barátaival, az alkotó erejének a kidomborításában, stb. Én is ebben találom meg ma a boldogulásomat, de azért inkább átadnám neki a szót, mert erről szerintem ő szebben tud beszélni. Tök jól mondtad. Köszönöm. Köszönjük szépen! Ez volt már a Testbeszéd. Remélem, hogy tetszett, remélem, ti is jól éreztétek magatokat, és megtudtatok magatokról és egymásról is pár érdekes dolgot. Köszönöm szépen Pokorni Liának, Sebestyén Balázsnak, Geszti Péternek, és persze Lár Andrásnak, hogy itt volt valamint. Köszönöm önöknek a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Jó éjszakát, tisztelt!